Tisztelt Hölgyeim és Uraim, sok szeretettel köszöntök mindenkit a Salgó 2017-es rally futam sajtótájékoztatóján. Ha megengedik, akkor nagyon-nagyon röviden egy pici rally történet itt Salgótarjánhoz kötődően, hiszen nyugodtan mondhatjuk, hogy Salgótarján sportjának égköve a Salgó rally volt nagyon-nagyon hosszú ideig. 1975-ben volt az első futam, és 1999-ben a 25. Aztán jött egy kis válság ebben a térségben, és azt követően tulajdonképpen 2003 az az időpont, amikor még beszélhetünk első osztályú rally futamról. Nagyon jól emlékszem rá, hiszen akkor a város sportügyeivel foglalkoztam. Ez volt a 26. Valvoláj Salgótarján rally. Akkor volt utoljára önállóan első osztályú verseny Salgótarjánban. Természetesen a köztes időkben volt különböző szakágaknak versenyei itt ezen a környéken, de arról, amiről a mai sajtótájékoztató szól, az elmúlt években nem nagyon beszélhettünk. Engedjék meg, hogy köszöntsem a sajtótájékoztató résztvevőit, mindenekelőtt Fekete Zsolt polgármester urat, Berényi Ákos urat, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség rally szakágának vezetőjét, Fodor Krisztián urat, versenyszervezőt, és Rafael Tamást, az Országos Rally Bajnokság 4-es géposztálynak első helyezett autóversenyzőjét, aki nem is oly rég átvehette Salgótarján legeredményesebb sportolójának járó díjat is. A mai téma tehát a Salgó 2017-es rally futam. Megkérem polgármester urat, hogy tartsa meg tájékoztatóját. Él. Jó napot kívánok! Sok szeretettel üdvözlöm a sajtóképviselőit, a megjelent állampolgárokat és a tévénézőket is. Salgótarján megyei jogú város önkormányzata már tavaly elkezdte szervezni a rallit. Ugye tavaly volt egy másodosztályú futam, ami én úgy ítélem meg, hogy nagyon nagy siker volt a városban. És amikor Salgótarján megyei jogú város kitörési pontjait keresünk, akkor ide tartozik a turisztika mellett a sportturisztika is. Én úgy gondolom, hogy a Salgó rally visszahozatala a első osztályú futam is ezek közé tartozik. Ezért a versenyszervezői megkeresésre Salgótarján örömmel állt be a sorban, hogy 2017-ben újra első osztályú futamot is induljon a városba, természetesen a másodosztállyal együtt, és azt gondolom, hogy erre a rendezvényre évek óta várnak a megye automotorsport iránt érdeklődők, ugyanakkor a versenyzők is, hiszen mikor nosztalgikus megemlékezéseket tartottunk akár a könyvtárban, akkor országos hírű versenyzők is azt mondták, hogy jó szívvel gondolnak arra az időszakra vissza, amikor itt tudtak versenyezni. Ezért idén a város jelentős anyagi támogatás mellett elindítja újra ezt a futamot, és reményeink szerint az elkövetkező években meg fog ismétlődni. És itt szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy majd fogjuk keresni a helyi vállalkozókat is, hiszen minél színvonalasabbá tudjuk tenni ezt a hétvégét és ezt a rendezvénysorozatot, ehhez majd támogatásra is lesz szükségünk. Várhatólag ez alatt a 3 nap alatt mind a városban élő rallisportot kedvelők, de mind városon kívülről, az országból és esetleg külföldről érkező sportkedvelők is jól fogják magukat érezni a városba, és ezt követően majd nem csak a rally miatt, hanem más egyéb természeti értékeink miatt is fel fognak keresni minket. Köszönjük szépen polgármester úr tájékoztatóját. Berényi Ákos úrhoz szólnék, és hát kérem, hogy ossza meg velünk a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség vezetésének azon álláspontját, hogy amikor fölmerült annak a lehetősége, hogy újra Salgótarjánban első osztályú verseny lesz, hogyan is miképpen állt ehhez a szövetség, mennyire érzik fontosnak, hogy Salgótarjánban újra első osztályú futam legyen?
Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, a nézőket is, meg a helyszínen megjelenteket. Bele is vágok gyorsan. Amikor én a szövetséghez kerültem, mint szakágvezető, talán két-két és fél évvel ezelőtt, szinte az első dolgom volt, hogy megnézzem azt, hogy hol és milyen lehetőségek vannak új helyszínek, régi új helyszínek visszahozásába ebbe a versenysorozatba, a rally sorozatba. Szinte azonnal megkerestem azokat a szervezőket, akik itt ezen a régióban már szerveznek mondjuk amatőr futamokat folyamatosan. Velük karöltve talán már abban az évben ki is írtuk Rally 2-es, tavaly évre a Rally 2-es bajnoki futamot. Ezt én mindenféleképpen szerettem volna továbbvinni, hogy ide egy ORB futam is érkezzen. Ebbe köszönet illeti a várost, hogy a polgármester is mondta, hogy megtesz mindent a város. Ezt én is megköszönöm a szövetség nevében, hogy tényleg teljes szélességgel állnak emellett, hogy itt egy olyan színvonalú rendezvény legyen, mint régen volt, és egy olyan versenyzői létszám, egy olyan nézői létszám érkezzen megint ide ebbe a régióba, akik régen is jártak, vagy újak jönnek, és megint egy olyan kiemelt rendezvény legyen a Salgó Rally, jelen esetben most a Salgó 2017-es rally, hogy méltó legyen a régmúlt rally rendezvényeinek, és ezt tudjuk folytatni tovább, és én nagyon bízok a tavalyi év, ahogy a polgármester is mondta, egy nagyon jó rendezvény volt a tavalyi év. A versenyzők elégedettek voltak, szeretik ezt a régiót, nagyon jók a versenypályák. Én nagyon bizakodó vagyok, hogy a város fel tud egy olyan szinten készülni, hogy tudja fogadni az ORB mezőnyét, amit mi tudjuk nagyon jól, hogy egy kicsit nagyobb feladat az ők ellátásuk, versenyeztetésük és vendégüllátásuk egy ilyen rendezvényen. Én nagyon bízok benne, hogy ez sikerülni fog. Tavaly évből kiindulva szinte biztos vagyok, hogy ez egy jó út újra. Én megteszek mindent, én ezt meg is ígértem a városnak, a városvezetésnek, hogy a továbbiakban is támogatom. 18-ban nagyon szeretném, ha úgymond egy komplett kiemelt rendezvény legyen. Rajtam nem múlik. Hol helyezkedik el ez most az idei versenynaptárban, ez a Salgó-Tarjáni első osztályú verseny? Ez most a második futamunk lesz. Aszfaltos futam, ez ugye itt természetes ebben a régióban. Szerencsés, hogy egy második futam, én azt mondom, mert ez a versenyzői létszám még nagyban befolyásolja ilyenkor, hogy bízok benne, hogy sokan lesznek és sokan jönnek el versenyezni ide. Mindegyik bajnokságon belül, tehát vagy ORB Rally 2, vagy akár a Historic is. Ugye itt még a szervezőkkel még a mai napig folyik az egyeztetés is, hogy és miként lesz ez lebonyolítva. Köszönjük szépen, és hát azt is, hogy a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség támogatja Salgó-Tarjáni futam újbóli felélesztését, hiszen azt hiszem, hogy polgármester úr is elmondta, mindannyiunk számára nagyon fontos. Nézek itt egy kis statisztikát, 2003-ban 90 első osztályú versenyző páros és 6 VRC-s versenyautó volt itt az utolsó első osztályú futamon. Kérdezem Fodor Krisztián versenyszervezőt, hogy mire lehet számítani idén április 28-29 és 30-án Salgó-Tarjánban. Én is üdvözlök sok szeretettel mindenkit. Április 29-30-ra tettük ezt a rendezvényt, mint szakágvezető úr mondta, ez a második futam. A versenyzői létszámot ez olyan szinten befolyásolja, hogy az első futamokra magasabb az érdeklődés, hiszen még a bajnoki pontokért utolsó futamra már azért lanyhul a versenyzési kedv. Én úgy gondolom, hogy az első osztály és az ORC az körülbelül egy ilyen 70 autó lehet most, illetve még a másodosztály, illetve üdvözöltük tavaly is azt a szakági döntést, hogy az amatőr rally versenyzőket elengedik a Rally 2 mezőnye mögött,
tulajdonképpen belekóstolva a Rally 2 életérzésbe, hogy mi is az, hogy etapszakaszok és gyorsasági szakaszok, különböző szakaszokon kell megméretni magukat. Tehát még a marbosokkal ugye kiegészül ez a mezőny. Én úgy gondolom, hogy egy olyan 140 és 160 autó közti versenyzői létszámot tudhat majd magáénak ez a rendezvény. Melyek lesznek a gyorsasági szakaszok, és lesznek-e olyan betétfutamok, amit mondjuk, akik nem akarnak a pályákra kimenni, azok megtapasztalhatják valahol a városban is? Sajnos a rendezvény gyorsasági szakaszait azt nem árulhatom el, mert ez a versenyzők számára is titokként kezelendő. Annyit mondhatok, hogy a hagyományokhoz szeretünk ragaszkodni, és akkor nem is árultam el semmit. Szombaton fogunk kezdeni pénteki napon fogunk kezdeni majd a fakultatív átvételekkel, ami szombaton is folytatódik, a szombat reggel érkezőkkel, szombaton az átvételek és a pályabejárások után, ami körülbelül pályabejárás érint terveink szerint 3 helyszínt. Utána szeretnénk egy belvárosi gyorsasági szakaszt, vagy egy prológot, inkább a gyorsasági szakasz mellett vagyunk elkötelezve. Mindenképpen az lenne, azért vesz prioritást, tehát hogy azt tudjuk megszervezni, de ha az nem jön össze, akkor a tavalyhoz hasonló prolog az mindenképpen lesz a városban, ami durván a késő délutáni óráktól kezdődik, és egy 3-4 órát fog tartani. Nagyon jók voltak az előző év tapasztalatai. Mivel lesz ez több már azon túl, hogy első osztályú verseny is lesz itt április végén? Nem megszokottan. Ez egy társas rendezvény lesz. Szombat este össze fogunk olvadni tulajdonképpen az Ózdrallival és a Salgóralli. És ez azt jelenti versenyzői szempontból, nézői szempontból, hogy a versenyzők az eddig megszokott mondjuk 4 helyszín helyett, most kb. 7 helyszínen kell, hogy megmérettessék magukat, tehát én úgy gondolom, hogy egy jelentősen nagyobb kihívás elé állítjuk őket, mint amit eddig megszokhattak, éppen ezért várjuk is tőlük, hogy ezt majd értékelik, illetve reméljük, hogy tetszeni fog nekik. Nézői szempontból pedig azt tudnám kiemelni, hogy sokkal több helyszínen tudják megnézni. Mindenkinek megvan, aki rallira járó, a kedvenc gyorsasági szakasza, illetve azon belül is a kedvenc kanyarja, ahova szeret kimenni. Itt mindenkinek remélhetőleg, aki itt a környékben él, és szereti a rallit, lesz olyan szakasz, lesz olyan kanyar, amit megnézhet a 2 nap során. Már ha tudja, hogy hova kell menni. A szervezők nem mondják meg, hogy hol lesznek majd ezek a gyorsaságig, de hogyha Rafael Tamás lenne, akinek feladatul adják, hogy jelölje ki ezt a 3 szakaszt itt Salgótarján környékén, akkor te ezt hol tennéd például? Üdvözlöm én is az itt megjelent sajtóképviselőit. Hát nem bírtuk Krisztiánból kihúzni, hogy hol lesznek a szakaszok. Én biztos, hogy itt a környéken jelölném ki. Ne, hát vannak klasszikus gyorsági szakaszok, amit hát nagyon bízok benne, hogy szerepelni fognak. Aki Salgórallin volt már, az legalább 2 biztosan tud mondani. Azt gondolom, hogy ezek a szakaszok biztosan benne lesznek, de hát nem árulj el, Krisztián, ez most már nagyjából biztos. Hát vélhetően a Ceres-Zagyvaróna az egy nagyon-nagyon kedvelt, látványos szakasz, Kazárészt is nagyon sokan szeretik. Ugye nem tudjuk, hogy hol lesznek a helyszínek, de hát azért a sajtó képviselői mindenféleképpen azért szeretnének majd írni egy picit bővebben erről. Tamás, hazai pálya lesz. Előny ez a rally sportban? Mindenképpen előny, természetesen. Ettől függetlenül Magyarország ralliának van az a különlegessége, hogy igazán azért nagyjából ismertek a pályák, tehát ugyanúgy ismerik a pécsiek az itteni pályákat, mint én a pécsieket. Ettől függetlenül némi teher is van ugye az emberen, hogy azért itthon versenyzik, szeretné megmutatni, hogy mit tud. Aztán ebből néha szoktak sikerülni nagyobb
esések is, de hát reméljük nem így lesz. Úgyhogy hát oda kell figyelni, ugyanúgy fel kell készülni minden, mint egy másik versenyre. Én nagyon örülök, hogy végre itthon lehet versenyezni. Én utoljára 2009-ben versenyeztem itt Rally 2-ben. Hát az sem ma volt. Én nagyon bízok benne, hogy most már ez innentől egy olyan folyamat lesz, hogy a jövőre azután is most már megint nem szakad meg ez a Salgó Rally. Én azt gondolom, hogy igény van rá. Szerintem egy nagyon jó rendezvény lesz, megmerem kockáztatni. Bár mondjuk a múlt évi rendezvénynek az eső az nem tett túl jót, ettől függetlenül bízunk benne, hogy most nem fog esni az eső, de ha hogy mondjam, többen lesznek, mint tavaly a városban, azt nem tudom, hogy a város hogy fogja elviselni, de ha ugyanannyian lesznek, az szerintem nagyon szép eredmény. Egy személyes kérdés, tudom, hogy most építitek az új autót. Hol tartotok vele? Hát a kérdés... Onnan tudom, hogy szombat esténként szokták az autót építeni gőzerővel, aztán némiképp összekapcsolódik a két tevékenység egy kis rádió hallgatással. Szóval hol tart az autó? Az autó 60%-ba kész van. Ezért jó egyébként, hogy Salgó a második verseny lesz, mert addigra biztos, hogy mindenkinek elkészül az autója. Az első versenyre még nem biztos, hogy mindenkinek elkészül. Hát én bízok benne, hogy a mi autónk kész lesz. Nem állunk túl fényesen, ez nem titok. Köszönöm szépen. Szeretném megkérni a sajtó jelenlévő képviselőit, hogy ha kérdésük van, akkor most nyugodtan megtehetik. Üdvözlök mindenkit, kérésben Rádió Fókusz. Két kérdésem lenne. Az egyik az, hogy technikailag hogy néz ki ez, hogy közös hétvégén van az Ózd és a Salgó Rally. Ugye az MNÁSZ honlapján is a versenynaptár tervezetben itt látszik, hogy még dátumilag is ugye van közös napja valahogyan a kettőnek. Tehát hogy kell ezt kívülről elképzelni azoknak, akik szeretnék átlátni, hogy hogyan fog zajlani egészen pontosan a program péntektől vasárnapig. Illetőleg akár verseny, vagy szakágvezetőként, akár versenyző kérdezném, hogy oké, hogy ismeritek a pécsi pályákat, de azért most már a mezőnynek van egy olyan része, aki még szerintem biztos, hogy nem versenyzett Salgó Rallyn. Tehát eltelt annyi év, hogy azért fog ez újdonságként hatni. Mi a fogadtatása belülről ennek a dolognak? Azért ők is biztosan hallottak róla, hogy volt egy-két ilyen hasonló nevű esemény ezen a vidéken. Akkor a kérdés első részére válaszolnék. Tehát ha a Rally 2 szempontját nézem, ők itt fognak kezdeni, és itt is fognak végezni. Rally 1 oldalát nézem, ők Ózdon fognak kezdeni. Szombati napon Ózdon végeznek, vasárnapi napon reggel itt kezdenek. Tehát ez technikailag így fog kinézni. És annyit szeretnék még mondani, hogy a tavalyi Rally 2-es rendezvényen megjelentek olyan versenyző párosok, akik a Rally 2-nek az elejében foglalnak helyet, abszolút értékelésben, ilyen kategória értékelésben is, és nem volt még Salgó környéki élményük, és nagyon elismerő szavakat kaptam tőlük a rendezvény végén. Végigálltam a céldobogó melletti interjúkat, mindenkitől csak elismerés jött, illetve külön odajöttek még hozzánk, és megköszönték a rendezvényt, és többen az év rendezvényének titulálták. Reméljük, hogy idén is legalább ilyen lesz ez a rendezvény. Második felére a kérdésnek pedig átadnám szakágvezető úrnak. Kicsit visszamegyek a szakág és a versenyzők létszámával kapcsolatosan. Ugyan abban szerencsés helyzetben vagyok, hogy mondjuk 2,5 éve vagyok a szakágnak a vezetője, és 2,5 év alatt látom azt a versenyzői létszámot, azt a versenyző létszám növekedést, ami elindult. Tehát most jelen pillanatban úgy járunk a 2017-es szezonra, vagy úgy kezdünk bele, hogy mindig vannak hírek, és mindig jönnek innen-onnan hírek, de nagyon sok tényt látok én is, és látom a licenszigénylést, látom, hogy hány versenyzők lesz. Nem titok, hogy 2 év alatt olyan 25%-kal növekedett a versenyzői létszámunk, ami szerintem nem rossz most ebben a helyzetben Magyarországon. A másik fontos, hogy olyan technikai fejlettség van jelen pillanatban a Rallyba, hogy messze Európa fölé emelkedünk most már, tehát ebben az évben szinte majdnem, hogy 99-100%, hogy ilyen 20
20-as számot jelent, egy R5-ös kategóriát, egy 2-es kategória, ami tényleg csak EB szinten lekövethető ilyen mennyiségű topjármű, de ebben például beletartoznak olyan 4-es kategóriák, amit a Tamásék is építenek, tehát rengeteg olyan technikánk van, és olyan fejlett technikánk van, ami lassan tényleg egyedülálló lesz Európában. És akkor visszamenni a kérdésedhez, hogy sok olyan versenyző van, sok olyan fiatal versenyző jön most, ha minden jól megy, és sikerül létrehoznunk egy kis kategóriás olyan kupát, ami talán a napokban kiírásra kerül, már szóbeszéd van róla, és szájról szájra terjed egy olyan kategória, ami elég komolyan lesz támogatva média szempontból. Itt a nevezési díjak, kedvezmények, a pénzdíjak, sok minden lesz, ami úgymond vonzóvá teszi most a kis kategóriát, és szerintem egy olyan ORB mezőn jön össze, ami nekem a vágyam, hogy legyen egy olyan bajnokságunk, hogy nem csak úgymond a top kategóriáról szól. És ebben sok olyan versenyző lesz, akinek, ahogy mondod, újdonság lesz, hogy jaj, de jó, Salgó Rallin részt venni, és ez mégiscsak egy olyan név, hogy itt az utoljára az édesapám vagy neki a barátja versenyzett mondjuk. Ez nagyon jó, tehát ennek én nagyon örülök. Rafael Tamástól kérdezném, hogy az új autóról mit lehet tudni, mennyivel lesz ez másabb, mint a korábbi, és merre felé fogtok tesztelni a Salgó Ralli előtt? A kérdés jó. Ez az új autó, ez egy, a legnagyobb különbség az, hogy ez egy kétajtós autó lesz a négyajtós helyett. Technikailag majdnem azonos az autó. Minimális fejlesztések futóműben és motorba történtek. Hát a tesztről nekem én Kazáron szoktam tesztelni, de szerintem ez még a szezon előtt, tehát ez valószínű március közepén lesz kijelölve időpont. Próbáljuk majd a Facebook oldalunkon ezt nyilvánosan is, vagy hogy mondjam, reklámozni. De valószínűleg Kazáron fogunk tesztelni, ahol szoktunk. 2017 az az év lesz, amikor úgy tér vissza az első osztály Salgótarjánba, és a régi Salgó Rallis feeling és érzés, hogy hosszú-hosszú évekig újra megmaradt. Ha mondjuk 25-ig megint, ahogy az első etapban volt, kitart itt Salgótarjánban a Salgó Ralli, szerintem azzal most mindenki kiegyezne.